A tervek szerint az idén is lesz tájház vakáció. A Szabadhajdú Nonprofit Kft. munkatársai és Katonka Nagy Beáta népi bőrműves sok vidámsággal, színes programokkal és meglepetésekkel várják az érdeklődőket a helyszínen. Két turnusban, augusztus 5-e és 16-a között a nyári napközis táborban. A szabadhajduk közhasznú nonprofit KFT, illetve a tájházak közös erővel készülünk idén is augusztus 5-től 16-ig egy fantasztikus vakációra, ahova 6 éves kortól várjuk a gyerekek jelentkezését. Ez két hetet ölel magába, tehát a két hétnek a hétköznapjairól beszélünk. Ez heti 20 ezer forintos. Részvételi díjjal jár. Ebben a háromszori étkezés benne van természetesen, illetve a gyerekeknek a foglalkozások, illetve a strandbelépők, amit Bea már a kedves kolléganőm, aki foglalkoztatni fogja a gyerekeket, már intéz nagy Úgyhogy reméljük, hogy minden délután érdekes kikapcsolódásban lehet része a gyerekeknek, délelőtt pedig ugye kézműves foglalkozások. Hogyan lehet jelentkezni a nyári napközis táborba? Több, többféle módon hirdetjük a tábort, ez plakátok formájában, benne lesz a Szabadhajd újságban is a hirdetés, interneten, Facebookon megtalálható a hirdetésünk, és ott van kolléganőmnek beállnak a telefonszáma, azon a telefonszámon várjuk a jelentkezőket. Milyen programokkal várják a résztvevőket? Reggel, ahogy megérkeznek a gyerekek, meg fogunk reggelizni, és minden délelőtt kézműves foglalkozásokkal várjuk őket. Lesz például gyöngyfűzés, csuhévirágkészítés, készítés, népi játék készítés, és még sok egyéb más. Délutánra tervezzük, mindig más lesz, ez mindig változni fog. Lesz tájház bemutatás, ehhez lesznek feladatok, diákolimpia, és majd egy nap elmegyünk a strandra.